Pénteken már kora este gyülekeztek az emberek a Léceum udvarán felállított sátorban. Itt ünnepelte ugyanis 20. születésnapját a CETEF Hungária Kft. Markus Leyer ügyvezető köszöntőjében emlékeztetett rá, hogy nem minden cég büszkélkedhet ilyen sikeres múlttal. Nem szokványos, hogy egy vállalat 20 sikeres évre tekinthet vissza. A CETEF Hungária sikertörténete 1996-ban készült. Amire mind anyan joga lehetünk büszkék. A gyár magyar ügyvezető igazgatója rámutatott, hogy 20 év történelmi táblatból nézve csak egy pillanat, de egészen más jelent egy vállalat vagy egy ember életében. Hiszen például egy csecsemő ennyi idő alatt felnőtté válik. Ugyanígy nőtt és fejlődött a mi vállalatunk is az elmúlt 20 évben, és érte el azt az állapotot, hogy napjainkban a CETEF koncern és azon belül a haszongépjármű divízió egyik legjobban teljesítő vállalatának tekintik. A német óriás cég magyarországi történetének epizódjai is felvillantak fényképek formájában, illetve azon a mozaik képen, amelyet a vendégek raktak ki apró darabokból. Habis László, polgármester a kezdetektől figyelemmel kíséri a gyár tevékenységét, amely, mint hangsúlyozta, meghatározó Eger életében. A folyamatos innováció, a fejlesztések, beruházások jellemezték, amely fontos beszállítókat vonzott Egerbe, amely a városunk legjelentősebb munkaadója, gazdasági erejének motorja. Jelenleg 800 embert foglalkoztat a vállalat, közülük többen az indulás óta itt dolgoznak. Ők külön elismerésben részesültek, akár csak azok, akik egy dolgozói pályázat részeként megírták, hogyan látták a cég eddigi életét.